tökéletes a magyar agráriumot, igen, megviselte az elmúlt 7 év, hiszen tavaly az évszázad passzájával kellett szembenézni, az mert az inputanyagok ára az egekbe szökött, idén pedig ennek részben eredményeként a felvásárlási árak zuhantak, csak nem a felére, de esetenként egy harmadára, ami teljesen ellehetetleníti a magyar agrárium szereplőit, hiszen ha csak a gabonatermelőkre gondolunk, akkor a tavalyi felvásárlási áraknak például az árfa esetében közel az egyharmadára esett vissza az idei, ami azt jelenti, hogy rekord terméseknél is mínusz takarítottak be ezt a gazdák, ebből a mínuszból pedig sem a családjukat nem tudják eltartani, sem pedig a további gazdaságukat nem tudják fejleszteni és fenntartani, ami komoly problémákhoz fog vezetni. Egészen döbbenetes a magyar kormány hozzáállása ez a kérdéshez, hiszen még a külföldi akkumulátorgyáraknak ad milliárdos támogatásokat, addig a magyar agrárium szereplői úgy látszik, hogy hagyja szépen lassan elszegényedni, és megvárja, amíg felszámolják még azok tevékenységüket is, akik eddig legalább kitartottak. Szijjártó Péter örömmel újságolt, vagy egy újabb akkumulátorgyár feldolgozó fog Alsó-Zsolcára, Borsod vármegyébe települni. Én viszont azt gondolom, hogy amíg a magyar első osztályú élelmiszer alapanyagot külföldön dolgozzák fel, addig megbotránkoztató, hogy Magyarországon pedig az akkumulátorgyárokat fogják ide telepíteni, és az akkumulátorokat fogják feldolgozni, ami azért is döbbenetes, hiszen a parlamentben is többször elmondták, hogy amíg Szlovéniát Európa zöld szívetén szokták definiálni, addig lassan Magyarország egy hulladéklerakóvá fog válni, ezt erősíti ez a beruházás, és mi azt gondoljuk, hogy a külföldi multik, főleg az ilyen nagy környezeti termelés jelentő multik helyett a magyar agrárium szereplőit kell addig támogatni, amíg nem késő, hiszen gondoltunk itt más szereplő is az agráriumnak. Beszéltem a héten fűszerpaprika termelőkkel, szőlőtermelőkkel, borászokkal, mindenki gyakorlatilag ugyanazt erősítette meg, hogy a végnapjait éli az a szakág, amit ő mondjuk képvisel, akár évtizedek óta is, hiszen egész egyszerűen betört Magyarországra is az a kínai olcsó termék, vagy más ázsiai országokba érkező olcsó termék, ami ellehetetleníti őket, és egész egyszerűen nem teszi fenntarthatóvá az ő gazdaságukat, vagy gazdálkodásukat. A Mi Hazánk mozgalom a Fidesz kormánnyal ellentétben pontosan a magyar mezőgazdaságra építeni és a magyar feldolgozóiparra, hogy ezt a csorbát ki lehessen küszöbölni addig, amíg nem késő.